Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sak magazinban. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok. Sajnos a mai műsorban is nélkülözni vagyunk kénytelenek Péter Nagymestert, mivel egyéb irányú Magyar Sakszövetségi elfoglaltsága miatt még most is akadályoztatva van a mai műsorunk felvételében. Az előző adásunkban tudósítottunk arról, hogy a nyiregyházi piremonese tulajdonképpen már Nyíregyházi Egyetem ese, milyen szerencsés körülmények között bejutott az MB2-be, kisé bolondozva mondhatnám azt, hogy az ellenfelek nem tudtak kiállni, nem mertek kiállni a Piremonnal szemben az osztályozón. Természetesen nem tudjuk, hogy az ország egyik legerősebb megyei bajnokságának bajnokcsapata a a Borsod megyei bajnokcsapat, illetve az egyébként is igen-igen erős Hajdú megyei bajnokság bajnokcsapata, miért nem tudott kiállni az osztályozó mérkőzésre. Az osztályozó mérkőzés már két évvel ezelőtt is nagyon kétélű volt, és a Piremon akkor is tisztességgel helytált. Én azt hiszem, hogy csak örülhetünk annak, hogy a Piremon közdelem nélkül jutott be az MB2-be. Az előző adásunkban egy ikonikus partival szerettem volna önöknek bemutatni a Grünfeld Védelem Centrum képző rendszerének rejtelmeit, abban igen látványosan világos nyert. Olyan nincs, hogy valamilyen megnyitás vagy védelem csak sötétnek jó, vagy csak világosnak jó. Nyerő változatok, nyerő megnyitások, nyerő védelmek nem léteznek, ezt már ugye nagyon sok is elmondta. Tulajdonképpen ezért szeretnék bemutatni egy olyan partit a Grünfeld védelemben, amelyben szintén látványos körülmények között, most nem világos, hanem sötét nyer. Ekkor már nem vonulnánk vissza olyannyira a múltba, hanem csak mintegy 15 évre. Tehát 2003-ban járunk az Európa kupán, egy holland nagymester játszott egy... egy orosz, vagy már nem is tudom, akkoriban iszraeli színekben játszott -e már, tehát Lőkván felé játszott Emil sutovsky jal szemben, két a világ akkori élvonalába tartozó nagymester küzdelmének vagyunk szemtanúi. Grünfeld védelemben járunk, tehát világos, d 4 el nyitott, Szutovszki Huszár f 6 válaszolt, C4, G6, Huszár C3 és D5. A két méteres holland nagymester az általa kultivált centrumképző rendszerbe terelte a játékot, tehát ugyanaz a centrumképző rendszer került most terítékre, mint az előző adásunkban. C5 D5, Huszár D5, E4, Huszár C3, 5 3 futó G7, futó C4. Ekkor már járt út volt a futó E3 és a futó C4 helyett, ez egy kicsi modernebb, modernizált változat, nagyon sokszor ugyanide a D88-as, vagy D87-es kódú változatba lyukadunk ki, minden esetre Fanveli a futó C4-et húzta. Sutopski természetesen az elmélet szerinti C5-öt húzta, C5, Huszár E2, Huszár C6, Futó E3, Sánc, Sánc, Eddig a parti megegyezik az előző adásunkban bemutatott Gellers-Mislov partival, és itt uh, Sutowski a futó G4-et húzta, tehát azt a másik uh, rendszert választotta, amit a Gellers-Mislov partiban jeleztünk, hogy létezik egy olyan másik rendszer is, tehát futó G4. Természetesen itt uh, előfordult már az elmélet kidolgozta a futó D7-et is azt uh, tudomásom szerint Piotr Swidler, illetve Alexandr Beljavszky vezette be és népszerűsítette a versenygyakorlatba, tehát ez egy, ez egy más jellegű küzdelemre uh, viszi a játékot. Ahogy az előző adásunkban is elmondtam, itt az F3 lépés kötelező. F2, F3, Huszár A5 a patent, és uh, és itt nem vonult vissza a futóval D3-ra, ezt a futó D3-as változatot még a 70-es évek elején, ahol szintén holland Jan Timman népszerűsítette, hanem itt futó C4 üt F7-tel az úgynevezett szevíjai változatba terelte a holland világklasszi játékot. Tehát futó üt F7. Ez a változat a következőképpen folytatódik, Bástya üt F7, F3 üt G4, Bástya üt F1, és Király üt F1. Ez a változat már régóta ismert volt, és világosra igazából nem tartották jónak, nem tartották előnyösnek. Azt mondták az elméleti korifeusok, hogy világosnak valóban gyalogelőnye van, de az nem reális gyalogelőny, mivel a gyalogelőny a G vonalon a kettős gyalog formájában jelentkezik, és a G gyalog kettősége miatt a gyalogelőny érdemben nem mutatkozik meg, és sötétnek viszont nagyon jó ellenjátéka van. Ezért ezért nem is volt igazából népszerű ez a parti, Szevíjáig. Mi is volt ez a Szevíja? Hát a világ saktörténelmének nagy küzdel rendszerének volt az egyik állomása a Szevíja. Mindenki számára ismert Gari Kasparov és Anatoli Karpovnak a neve. 1985-ben a 22 éves Kasparov elhódította a 33 éves Anatolij Karpovtól a világbajnoki címet, és koronáját megőrizte egy évvel később a, a megismételt döntőn, tehát a visszavágó mérkőzésen is minimális arányban újra Kasparov tudott győzni. Ezek után Karpovnak nem maradt más hátra, mint bekapcsolódni a világbajnokjelöltek küzdelmébe. Páros mérkőzésen megverte a világbajnokjelöltek versenyének győztesét, a szintén szovjet Andrei Szokolovot, akit a rossz nyelvek szerint egyébként Kasparov stábja készített fel a Karpov elleni mérkőzésre, hát a nagy riválist meg tudják úszni, de hát Karpov, aki aki ekkor még mindig elég fiatal volt, mindössze 46, illetve 36 éves volt, valósággal lemosta Szokolovot, parti vesztés nélkül, négy vereséggel idő előtt véget ért a mérkőzés Szokolov számára. A Karpov elleni harmadik döntőre pedig Karpovnak a, a stábja előkészítette a szevíjai változatot, tehát Anatolja, azt tervelte ki, hogy bebizonyítja, a gyalogelőny igenis kézzel fogható előnyt jelent, és, és a gyalogelőny birtokában fog győzni Kasparovval szemben. Két ilyen változatú partit játszottak a 87-es szevíjai világbajnoki döntőn, az első partiban Karpov letarolta a Kasparovot, a második partiban pedig Kasparov győzött, Karpovnak igen csúnya elnézése miatt. Ezek után a szevíjai változat a versenygyakorlatban játszottá vált, és ez a most bemutatott parti egy új támadási tervet mutat be. Szutovszki vezér d húzott, mellőzte vezér d mert egyébként lehetősége volt arra, hogy gyalogüddén D4, egy D4 is húzzon azonnal, tehát vezér d 7 folytatta Szutovszki. Megtámadta ugye a G4 gyalogot, de hát itt nem csak a G gyalogról volt szó, hanem egy kicsit többről is. Ezek után világos válaszút elé került, hogyan folytassa. Karpov Kasparov elleni partiában Huszár G3-at húzott, a vezér által felfedetten védve lett a, a G4 gyalog, Fanveli azonban G3-at húzott. Illetve H3-at húzott, bocsánat. Ezek után nézzük, hogy hogyan folytatódott a parti. Hát lehetősége lett volna a sötétnek bástya D8-szal nyomni tovább az állást, lehetősége lett volna az egyébként úgy szintén kiváló vezérehatot húzni, támadva az előtt gyalogot, megkérdezve, hogy ugye megtolod a gyalogot és kiukasztod a centrumban a világos mezőket. Lehetőség volt a kiváló Huszár, C4 lépésre is, és mit is lépett Szutovszki? Huszár C4-et. Huszár C4-re a futót el kellett vinni, hiszen az exponált helyen van, nem volt szabad megvédeni a vezérrel, mivel abban az esetben a futó nagyon hiányozna sötét állásából. A futót úgy kellett visszavonni, hogy védje továbbra is a D4 mezőt, és ezért kínálkozó volt, hogy F2-re visszük. Ha G1-re vinnénk, az nem lett volna igazán egészséges, mert a királynak az útját elvágta volna a G1 mezőről, tehát a biztonságos sáncállás alól. Nos, hát akkor hogyan folytassa ezek után sötét az állást? Látjuk, hogy a harc kulminál a D4 mezőn. Én azt hiszem, hogy itt a legkézenfekvőbb lépés sötét részéről a C5-5-D4, C5 és világos ezek után visszaütött D4-re. Na most a következő kérdés. Hogyan folytassa sötét? Ö, Láthatjuk, hogy a megmaradó világos tisztek közül a futó nem óvja a világos gyalogokat, érdemes tehát világoson, világos mezőkön nyomást kifejteni. A lengyel nagymester Mihály Kraszenko egyébként bástya F8-at javasolja utólagos elemzésében ebben az állásban. Nézzük meg ezt a bástya F8-at. Mert hogy itt fenyeget a rettenetes 20C4. E3 saksekk és a futóval ugye nem lehet leütni a, a lovat, tehát kénytelenek vagyunk a királyal ellépni G1-re. Szutovszki azonban máshogy döntött, egy pozíciós szempontból vitatható lépést tett, mégpedig E5-öt húzott a bástya F8 helyett. Ez a lépés, ö, hogy fogalmazunk úgy, Kérdéses. Azért kérdéses, mert euh, természetesen világostól nem várható el, hogy beüssön euh, e hiszen ebben az állásban euh, sötét elvihetni a vezérét a csere elől, majd a huszára kaszírozza az e pontot, és óriási nyomás alá helyezheti majd az árván maradt E4 gyalogot, és ezek után stratégiai terve az, hogy a vezérszárnyi gyalogtöbletet érvényesíti. Lehetősége van világosnak arra, hogy megtolja a gyalogot, és ebben az esetben pedig világosnak egy védett erős szabad gyalogja van. Hát Fanveli megtolta a gyalogot D-5re. leütött e abban az állás esetben, hogyha megtolta volna d5-re, akkor ö, ö, sötétnek egy huszár d6 visszakozás lett volna a, a legjobb lépése, és az a huszár rendkívül jó bázist érhetett volna el, kimozdíthatatlan tiszté vált volna, ö, blokálta volna az, a d re kerülő szabadgyalogot, és ö, a gyalog visszanyerését vel kecsegtette volna sötétet. Na most mi a helyzet akkor e 5 Világosnak lehetősége van, egy picit térjünk vissza a Huszár C, D2 helyett, lehetősége van, mint említettem, vezér E6-ot húzni, majd Huszár E5, és utána felsorakozni a bástyával is e 8 és nyomni az a, a E4 gyalogot. Egy gyönyörű taktikai motívumot talált, ö, Szutovszky beadta a huszár D2-sakkot. Hát most huszár C4, D2-sakk. Ez a lépés rendkívül erős. Azért vált lehetővé ez a lépés, mert Világos elmulasztotta Karpov patentjét, ha korábban a G4-gyalogot G5-re tudta volna tolni, jelentősen korlátozhatja sötét G7-en álló futójának mozgási szabadságát. Ez a huszárod D2-n kötést eredményez, le van kötve mögötte a sötét vezér, ez azonban azért nem baj, mivel világ, ö, sötét azt meg tudja védeni bármikor futó H6-tal. Tehát következett király E1. Ha királlyal G1-re léptünk volna, akkor bástya üt, illetve futó üt E5 következhetett volna, majd, ö, majd ö, a futó B2-vel mindent tisztázhattunk volna. Tehát a királyjal E1-re volt kénytelen fanveli lépni, és uh, itt jön az, amit említettem, hogy mivel világos nem húzott uh, G4-G5-öt, sötét futó H6 rendkívül erős lépéssel megvédte a D2-n álló lovat, bebetonozta azt a centrumba. Tehát futó H6. Ezek után azt mondhatjuk, hogy rendkívül nehéz helyzetben van világos, mivel uh, nem tudja jól mozgósítani a tisztjeit. Ö, fenyeget ö, mindenféle taktikai szúrás, ezért ö, világos, kénytelen volt 20D4-gyel befedni a, a d vonalat Huszár 20D4-et húzott, mert hogy itt már fenyegetett egyébként bástya F8 is. Ö, ez lett volna a. a, a, a a végső állás, tehát térjünk vissza a Huszár D4-hez. Ezek után ezzel a lépéssel felszabadította világos a királyának a, a, szorult helyzetét, felszabadította az E2 mezőt, és ezek után Bástya F8 tempóval jött. Szutovszki rendkívül ötletesen játszik, most ugyanis azt menyeget, hogy Szutovszki az F8 Bástyával beüt F2-re, Bástya üt F2, királyú F2, vezérű D4 sakk, majd ö, rövidesen mat fenyegetett, ezért Fanveli kénytelen volt a vezérét E2-re helyezni, hogy bástya üt F2-re, vezérű F2-vel válaszolhasson. Tehát vezér D1 E2, és ö, itt folytatódik a, a parti. Na most akkor mit ö, mit lépjen ö, sötét, hogyan folytassa a küzdelmet. Hát ö, ebben az állásban ö, egy igen kiváló lépés lehetősége lett volna Szutovszkinak. A szemtanúk szerint ekkor már mind a, mindkét nagymester igen erős időzavarban volt, és Szutovszki nem vette észre az igen kiváló Bástya F4 lépést. Nézzük meg ezt a Bástya F4-et. tulajdonképpen világos, kénytelen kitérő választ adni, fenyegetett a bástya üt E4 és vezérvesztés, fenyegetett aztán utána vezér ellépésére még az E4 gyalognak a tempóval való megnyerése, tehát annyi minden fenyegetett már, hogy hogy világos erre a lépése, talán feladhatta volna a partit, de nyilván óriási időzavarban nem adja még fel. Rendkívül érdekes ebben az állásban, nézzük meg a háromszögeket. A, a D2 huszár E1 király, E2 vezér, F2 futó háromszöget, a huszár D4 gyalog E4, gyalog E5, Bástya F4 háromszöget, és a G2, G4, H3 háromszöget. Ezek a háromszögek a sakk geometrikus voltára tud rámutatni. A partiban egyébként Szutovszki kihagyta a Bástya F4-et, és vezér C7-et húzta, ami szintén egy rendkívül jó lépés szintén nagyon erős lépés, és fenyegetett ugye az N4 gyalognak a lenyerése. Vezér D3 következett, amire Szutovszki leütötte az E5 gyalogot, helyreállította az anyagi egyensúlyt. Vezérüt e Ezek után Fanfeli húzott egy bástya AD1-et, a középen álló királyá, királyánál az utolsó utolsó ö, játékon kívüli tisztet is bekapcsolta a játékba, és látszólag védhetetlen a bástya D2, futó D2, király D2, anyagi nyereség, tehát ö, világos a Bástyájáért két könnyű tisztet, tehát anyagi előnyt érthetett volna el, de ezt megakadályozta Szutovszky vezér A5-tel. Ez a vezér A5 lépés ugyanis egy... Ö, Kötést hozott létre, egy valóságos kötést, amiből ki kell, hogy lépjen. Világos. Világos király E kettővel lépett ki. Ezek után a kérdés az, hogy hogyan folytassa a partit sötét hogyan ö, lépjen ki ebből a, hogyan folytassa a támadást. Ez a kettő lépés egyébként egy rendkívül kérdőjeles, talán a vezér B5 kötelező vezércsere lehetett volna ajánlható, de az óriási kapkodásban valamilyen oknál fogva ezt Fanveli nem merte meglépni. Természetesen arra is kedvezőbb lett volna az állás, de nem lépte meg a vezér B5-öt, és erre további gyalogot nyerhetett Szutovszki vezér A2-vel huszár C2-vel védte a felfedést Fanveli, és erre pedig egy további rendkívüli aktivitású lépés következett, vezér A2 F7. Szutovszky nem kisebb dologgal fenyegetett, mint vezér F2 mattal, úgynevezett Epolet mattal, Fánveli látta, hogy védeni kell az F2 pontot, és azt mással nem lehet megtenni, mint a futó ellépésével, ezért futó H4-et lépett, annál is inkább, mivel hogyha futó H4-et meglépjük, akkor látjuk, futó H4, látjuk, hogy fenyeget most már G5, és be tudjuk zárni azt a, azt a rendkívül veszélyes futót. Erre azonban szép taktikai lehetősége adódott Szutovszkinak, huszár üt e négy. Ez a végső kombináció, gyönyörű kombináció, nem lehet már igazából más ajánlani. Fánfeli leütötte a, a lovat, vezér D3 üt E4, Bástya E8 következett. Ekkor Fánfeli úgy gondolta, hogy még menthető a parti, beadta a bástya D8-at, azaz kötést hozott létre, és, és abban az esetben, hogyha leütötte volna a, a bástyát, akkor a futóval ütött volna, és, a, és tisztelőny birtokában még világos nyerhetett volna, azonban Sutowski-nak egy, egy káprázatos lépés jutott az eszébe, mégpedig a vezér C4. Sakk. A, a sakkot védeni kell, nem lehet leütni a vezért, mivel hogy vezérült C4 nem lehetséges, azért mert a bástya E8-ról akkor leüthetné a világos királyt, tehát nincsen más, mint nincsen más, mint kilépni. Ebben az esetben tehát nincsen más, mint kilépni a sakból, vagy pedig, ö, vagy pedig ö, ellépni D1-re. Ebben az esetben viszont leütjük a vezért, és ö, világosnak már nincs értelme tovább folytatni a partit. Remélem tetszett a parti és a gondolatgazdag játékvezetés. Ö, Ötleteket ad a tisztelt nézőknek a verseny, illetve szabadidős partik vívásához. Én a partit bemutattam, és azt javasolom, hogy ezek után néhány egyszerűbb kombinációt tekintsünk meg. A képernyőn látható hadállásban látjuk, hogy világosnak tisztelőnye van, és ennek ellenértékeképpen sötétnek gyalogja van. Tehát óriási anyagi előnye van tehát világosnak, ezért az egyszerű sakkozó azt ö, vizsgálná, hogy a tisztelőnyt hogyan lehet érvényesíteni. A taktikus sakkozó gondolkodását az különbözteti meg a, a pozíció sakkozótól, hogy az azonnali döntést is ö, keresi, és ilyenkor mindig a király helyzetét vizsgáljuk meg, azt látjuk, hogy a sötét király rendkívül... Ö, Szoros helyzetben van. A Futó H3 lépést ö, beadva látjuk, hogy a sötét király azonnal matton van. A képernyőn látható állásban az egyik legfontosabb sakkelvre, az idő tényezőre, az időmotívumra ö, hívom fel a tisztelt nézők figyelmét. Az időmotívum azt jelenti a sakban, hogy vannak olyan kényszerítő erejű lépések, amikor is nincs idő, nincs módja, lehetősége a megtámadott félnek a megfelelő védekezést kialakítani, mert a lépések kényszerítő volta miatt. Ö, ezt már nem tudja megtenni. Tehát hogyan is érvényesül az adott állásban? Világos lép, és Huszár F3, F3 előttel megtámadja sötétnek a vezérét. Meg van támadva a vezér is, és az F2-n álló vezér, F1-en álló bástya megtámadja az F5-ön álló futót is. Világos kénytelen leütni a futót, futó F6 üt e és ekkor nem a sötét futót ütjük le, hanem a világossal ütjük le a világos futóval az F5 futót, és egyszerre van támadva sötétnek a vezére is eheten, és támadva van a futó is, tehát vezér ehét, a vezért menekítjük el, majd ezek után világossal leütjük az F5-ön álló futót, és tisztet nyertünk. Sajnos műsoridőnk végére érkeztünk, nem tudok több kombinációt bemutatni a tisztelt nézőinknek, remélem tetszett a mai parti és a kombinációk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!